8000-elékhez közelít a fertőzöttségi arány Kolozsváron. Tegnaptól életbe lépett a hétvégi éjszakai kijárási tilalom. A kulturális intézmények és a vendéglők azonban nem zártak be, noha kizárólag oltottakat fogadhatnak. Próbál a Kolozsvári Állami Magyar Opera Társulata a csütörtöki Don Pasquale Vig opera premierjére. A múlt héten még attól féltek, hogy teljesen leáll a városban a kulturális élet és a vendéglátóipar. Ezt az előírást azonban az új kormányrendeletben módosították. Az intézmény igazgatója bizakodó. A következő két hétre már meghirdették az előadásaikat. Az előadások megtarthatóak, 50%-ban lehet kihasználni a terem lehetőségeit, illetve csak oltással lehet beengedni a közönséget, vagy olyan személyek, akik bizonyítani tudják, hogy átestek a betegségen. Ez végül is nekünk nem rossz döntés, hiszen a 820 személyes termünket mi azért, ha 400 ember bejön, az már egy tisztességes közönségnek számít. Fontos változást hozott a hétvégén elfogadott kormányrendelet, hiszen előírja, hogy 6000-elékes fertőzöttségi ráta fölött a szórakozóhelyek és a kulturális intézmények kizárólag beoltott vagy a betegségen átesett személyeket fogadhatnak. A negatív koronavírus teszt nem mentesít a korlátozások alól. A beoltott személyek a zöld igazolvány felmutatásával a kijárási tilalom alatt is közlekedhetnek. Ennek a két kategóriának a részvételével olyan intézkedéseket tudunk hozni, amelyek engedélyezik 6000-elék fölött is bizonyos szolgáltatások működését. Azt, hogy miért nem engedélyezzük ezeket a tesztelteknek is, már kifejtettük. Figyelembe kell venni a kockázatokat is, hiszen ezeket a tevékenységeket kockázatosnak tekintjük, és csökkenteni szeretnénk azok számát, akik kórházba vagy intenzív terápiás kezelésre szorulnának. A vendéglátósok is felszusszantak, hiszen ők is a teljes lezárástól tartottak. Az általunk megkérdezett üzletvezető szerint megpróbálják kihozni abból is a maximumot, hogy csupán 50%-os befogadó képességgel működhetnek. Legalább ennyit megengedhetnek, vagy megengednek nekünk, hogy ezzel a kapacitással működjünk, mert nagyon féltünk attól, hogy ugyanaz fog történni, ami a tavaly, hogy megint teljesen bezárják az éttermeket, viszont a forgalom csökkent. Az időjárás se kedvezett épp a múlt héten leginkább nekünk. Egyelőre a védőmaszk viselése köztereken nem kötelező, tájékoztatott a prefektusi hivatal. Annak ellenére sem, hogy ma Kolozsváron 7,9000-elék a fertőzöttségi arány. Tasnádi Szilárd prefektus tájékoztatása szerint, amennyiben a fertőzöttség szerdáig nem csökken, akkor bevezetik a hétköznapokra is érvényes éjszakai kijárási tilalmat.